Én azt gondolom, hogy a cégek életében a tavalyi ársok az hihetetlenül sokat változtatott a energia iránti odafigyelésen, úgyhogy azt is mondhatnánk, hogy az energiatudatosságon. Szerintem ez egy nagyon fontos indikátor, tehát hogyha valami a költségszerkezeten belül nagy súlyt képvisel, arra a vezetés odafigyel. Azt szokták nekem mondani energiabeszerzésben résztvevő ismerősök, kollégák, hogy míg 2-3 évvel ezelőtt egy energiabeszerzési tenderen jellemzően egy beszerzési, beosztott menedzselte végig akár a nagyvállalatok energiabeszerzési döntéseit is, addig az elmúlt évben jellemzően a cégvezetőkkel, vezérigazgatókkal találkoztak. Önmagában azt jelenti, hogy egyszerűen egy sokkal-sokkal nagyobb figyelmet kapott, ebből adódóan ezek a döntések sokkal megalapozottabbakká váltak gazdaságilag is, meg az energiaátmenet szempontjából is. Tehát én azt gondolom, hogy ilyen szempontból a vállalkozások energiatudatossága rendkívül sokat fejlődött, hogy középponti kérdéssé vált az energia. A magas árak azok mindenképpen elősegítik az energiaátmenetet. Egyszerűen azért, mert az alternatívája a jelenlegi fosszilis importon alapuló energiabeszerzésnek az a megújuló energiákra való minél gyorsabb ütemű átállás. Ezt pedig helyben állítjuk elő, innentől kezdve, hogy az import kitettség is csökken, meg ennek az ára is kedvező tud lenni, hogyha összehasonlítom a rendkívül megugró fosszilis tüzelőanyag költségeket. Bizony a magas árak azok a takarékosság, az energia hatékonysági intézkedések irányába is egy csomó segítséget adnak, hogy így mondjam, sokkal inkább odafigyelnek a fogyasztók arra, hogy mire és mennyi energiát használnak.